Nem ritka, hogy testvérpárok ugyanazt a sportágat űzik, de hogy egy családban mindhárom testvér ugyanabban jeleskedjen, az igazán különlegesnek számít. Szép példa erre a sakkozó polgárlányok, vagy a kézlabdázó Ivancsik fiúk esete is. De most jöjjön egy igazi kuriózum, a kajakos tripla Lutz. Úti és kajakos Lutz lányok igazán büszkék lehetnek magukra. Ismertetőjegyük a tehetségük mellett a szorgalmuk és az összetartásuk. A legidősebb, most 23 éves Lutz Dóra már az utánpótlás korúak között is kimagaslott eredményeivel, idén nyáron pedig a felnőtt Európa-bajnokságon 2 aranyérmet is szerzett. Egyéniben 200 méteren és 500 méteren a négyes tagjaként. Emellett sok más eredményére is büszke lehet ez a tehetséges lány. A ifi világbajnoki aranyérmem, ami nagyon nagy dolog volt számomra, az egy plusz löketet adott, illetve utána tavaly az olimpiai válogató nyerése Duisburgban. Mert hogy 2016 nyarán az olimpiai indulásért 200 méteren Janics Natasával állt harcban, ami sokat elárul Dóra képességeiről. A háromszoros olimpiai bajnokkal való csatázás és a szétlövés is nagyon sokat jelentett neki. Az egy hatalmas dolognak éltem meg, illetve utána a szétlövés Natasával, annak ellenére, hogy ugye ott ő bizonyult gyorsabbnak. Igaz, csak egy hajszállal, mindössze 27%-dal győzött Janics Natasa. Dóri egy nagyon összeszedett versenyző, edzéseken jól teljesít, jó az átlag teljesítménye, de versenyeken ezt túlszárnyalja, sokkal jobb versenyeken, tehát ott nagyon jól tud koncentrálni. Hugai az utánpótlás korúak között már letették a névjegyüket. A 21 éves Noéminek a 2014-es szegedi ifjúság és U23-as VB nagy élmény volt, és eredmény szempontjából sem volt akármi. Ifiben a világbajnokság Szegeden volt, és szerintem az amiatt is hatalmas élményként maradt meg bennem, meg Sólyom Dórával másodikok lettünk párosban, négyesben pedig harmadikok, szóval az eredményre is büszke vagyok. Aztán U23-ban pedig tavaly Európa-bajnokságot nyertünk négyesben, illetve idén meg a világkupa volt hatalmas élmény, mert olyan emberek állhattunk egy dobogon, mint Lisa Carrington, és nekem ez nagyon sokat jelentett. Valahogy úgy érezzük, lesz még olyan, hogy Noémi olimpiai bajnokkal együtt áll majd a dobogon, mint ahogy a 18 éves legkisebb testvér, az olimpiai reménységek győztes Anna is esélyes erre, ha így folytatja. Egyelőre az utánpótlásban aradt. Nekem a legnagyobb eredményem, amit eddig elértem, az az idei világbajnokságon a aranyérem Romániában. Erre nagyon büszke vagyok, illetve ORB-n is indultam. Tavaly nyertem 200 méteren, és tavaly pedig EB-n is indultam, és akkor pedig 201-esben lettem negyedik. Nagyon nagy tehetség. Ez azt is mutatja, hogy 200 méteren nagyon jól tud koncentrálni. Sok munka van ezekben az eredményekben, és a kezdetek kezdetén Noémi például nem is akart versenyezni. Ő és Dóra közösen kezdték el a kajakozást. Noémivel mi együtt kezdtünk el kajakozni, tehát teljesen egy napon, egy időpontban kezdődött a pályafutásunk. Mielőtt lementünk edzésre, én nekem nem annyira tetszett ez a sport, úgy emlékszem, hogy nem volt hozzá kedvem, és ennek ellenére, hogy nem szívesen mentem le edzésre, emlékszem, amikor beültem a hajóba, akkor egyből megtetszett és beleszerettem, és tudtam, hogy én itt szeretnék maradni. Én nem akartam versenyezni, én csak élvezni szerettem volna, meg a csapattal lenni, és a jó hangulat miatt ragadtam ott igazán. A legkisebb Anna látva a nagytesókat idővel becsatlakozott és kajakos lett. Lutz Dóri 2013-ban került ki az ifi korosztályból, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, az U23-ban nehezebb volt a dolga. Ő ezzel sikeresen megküzdött, és 2 évvel később, amikor Noémi esett át ezen, maximálisan tudott segíteni húgának. Ugye van ott az egy év, amikor bele kell szokni, hogy tényleg már 4-5 évvel idősebbekkel versenyzik az ember, és ezt fel kell dolgozni, el kell fogadni, hogy előző évben ő volt a nagy, és most meg ő a kicsi. És ugye ezt én előtte átéltem. Főleg a lelki részében tudott segíteni, hogy nem olyan rossz az, meg akkor is bíztatott és mellettem állt, és ez nagyon sokat jelentett akkor is. A
Anna még most áll ezelőtt a váltás előtt, és neki így már ketten tudnak segíteni. Következik az U23, ami ugye sokkal nehezebb, és hát majd számítok azért a segítségükre, mert ez elég nehéz lesz. Ugye most már Mimi ellen is kell versenyezni, amilyen még nem volt, aztán hát igen, elég nehéz lesz. És hát igen, azzal is meg kell küzdeniük, hogy egymás ellen kell versenyezniük. Mimivel már mentünk egymás ellen, de ugye eddig úgy volt, hogy ő inkább csapathajókban indult, én meg inkább egyesben, és így nem kikerültük egymást, de így meg tudtuk oldani. Illetve az Anna, ő majd keményebb dió lesz, hiszen ő is inkább 201-est megy, és emiatt biztos, hogy lesznek majd nehezebb pillanataink. Edzéseken volt már, hogy megvert. Jó, hát versenyeken még nem fordult elő szerencsére, de edzéseken már van, hogy ott van. Én olyan vagyok, hogy magamra koncentrálok. Szerintem, hogyha ott lenne az Anna mellettem, akkor nyilván külön rá kéne készülnöm fejben, hogy ott lesz, de ki kell zárnom, mert ez most rólam szól. És ezt neki is meg kell tanulnia. De hogyha valakinek jobbnak kell nálam lennie, akkor legyen ő inkább ő az, mint bárki más, de nem fogom könnyen hagyni. Persze edzéseken azért van rivalizálás, mint Dóri említette, Anna néha már úgy elkapja 200 méteren, ezt pozitív benyomásnak fogják fel, mert csak úgy fejlődnek, hogyha az ellenfelek is jók. A másik oldala a dolognak, amit ők is szeretnek, amikor egy hajóban ülnek. Párosban előfordult már többször Dórival és Noémivel, de az, hogy hárman egy hajóban versenyezzenek, az a szeptember elejé felnőtt országos bajnokságon jött össze először Szénási Zsófiával kiegészülve. A szüleink is így nyilván jó ötletnek tartották, és nekünk sem volt ellenünkre, és nagyon jó élmény volt, és szerintem jól is ment a hajó. Úgyhogy szerintem egyelőre ez megmarad ilyen országos bajnokságok szintjén, majd a jövőben meglátjuk, hogy mi lesz. Alapvetően mindenben segítik egymást a lányok, hihetetlen erős a kötelék közöttük. Amikor éppen a hétköznapokban nem úgy megy az edzés, vagy a nagyon kemény heti 12-14 edzéshez nincs meg a kellő motiváció, akkor is húzzák egymást. De például Dóra az EB-n szerzett 2 aranyérmével is motiválja a lányokat. Nagyon motiváló volt, hiszen látom, hogy nap mint nap mit csinál, hogy milyen keményen küzd, és szerintem nagyon meg is érdemelte, és az is egy plusz töketet ad, hogy látom, hogy meg lehet csinálni. Nem örültem neki. Szerintem én voltam az egyik legboldogabb, amikor megnyerte. Tényleg. Tök jó hallani, hogy így mondják, de az biztos, hogy például az Annának az idei világbajnoksági győzelme, az tényleg nekem is olyan volt, hogy nehéz szavakba foglalni, úgy örültem neki, meg ami mindenki szokta. Amikor valamelyiküknek versenye van, akár külföldön, akár itthon, annyira drukkolnak, tényleg fantasztikus, hogy ennyire segítik egymást. Természetesen a lányok tele vannak tervekkel és célokkal. A távlati tervek között szerepel az olimpia is, bár ezt nekem még nehezemre esik kimondani, hiszen nem tudom, még kicsit félve mondom. És a jövő évre vonatkozólag pedig az U23-as világbajnokságra mindenképp szeretnék kijutni és ott helytállni. Kisebb lépésekre gondolok, hogy felnőjek ahhoz a mezőnyhöz, és helyt tudjak állni. És aztán később, hogyha már ehhez felfejlődök, akkor gondolkodok majd felnőttben is. Hogyha majd eljön az ideje, akkor nyilván szeretnék kijutni az olimpiára is. A 2020-as Tokió a cél. Mindhárman nagyon tehetségesek, egyelőre mind a hárman nagyon rajta vannak, hogy az olimpiát tűzték ki célul, küzdenek azért, hogy oda jussanak.